Érkezik a trombulin, rögtön utána pedig a hatalmas szőnyeg, elengedhetetlen kellékei ezek az akrobatikus kosárlabdának, annak a sportágnak, melynek alapjait Győrben Perjámosi Richárd rakta le még 2010-ben, azóta hatalmasat fejlődött a város szerte ismert és elismert alakulata Face Team. Egy-egy általuk könnyed, bemelegítő zsákolásnak nevezett mozdulattal hangoltak a rögtönzött edzésre a fiatalok, akik a napokban stábunk kérésére érkeztek megszokott edzőhelyükre a Páfi iskola tornatermébe. Egy nagy sikerről szerettünk volna beszámolni, ugyanis az U23-as csapatuk megnyerte az idei Magyar Akrobatikus Kosárlabda Bajnokságot. Nagyon sokat készültünk, most tényleg azt lehet mondani, nagyon sok munkánk van benne, és most ez szerencsére gyümölcsözővé vált, és bejött a siker. Nagyon ügyesek a srácok, és nagyon motiváltak és elszántak, úgyhogy én nagyon büszke is vagyok rájuk, az összes tagra. Ugyanúgy az U18-as, 16-as és 14-es korosztályokra is. Most U23-ban azt lehet mondani, hogy egy ütőképes csapatunk állt össze, akik jó részt ugye a fellépő keret tagok is, és ők szórakoztatják a nagy érdeműt fellépésről fellépésre, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok rájuk. A bajnokságban zsűri pontoz a különböző gyakorlatoknál az innovációt, a labdaügyességet, a minél nagyobb zsákolásokat értékelik. Aki ezt a sportágat űzi, annak tornában, akrobatikában, kosárlabdában, művészi előadás módban is otthon kell lennie. A fésztímesek ezeknek láthatóan nincsenek hiány. Kriston Emma lovaglással kezdte, végül a trambulin és a kosárlabda palán között félúton kötött ki. Én nagyon örülök ennek a címnek, valahol szomorú vagyok, hogy véget ér ez a szezon, mert egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze, és most ketten is elmennek tovább tanulni, így azért már jövőre nem lesz ez ugyanolyan, de nyilván várom a jövő évi szezont is, és remélem, hogy jövőre is sikerül megtartanunk ezt a címet. Kis Domonkos az U23-as bajnokcsapat húzó embere volt, mozgását, bátorságát, sebességét látva nem alaptalan az állítás. Még régen az osztálytársaim kezdtek el ide edzésre járni, nagyon sokan, 4-5-en talán, és egyedül én maradtam itt, úgyhogy ebből is látszik, mennyire szeretem ezt a sportot. És ami nagyon tetszik benne, az az akrobatika, mert én abban érzem a legjobban otthon magam, az az én világom, és ebbe annyira fókuszálnom kell a dolgokra, hogy közben elfelejtek minden gondot. A Magyar Kosárlabda Szövetség égiszén belül 2018 óta hivatalosan is versenysportákként szerepel az akrobatikus kosárlabda. A Győri Klub U14-es korosztálytól kezdve egészen a felnőttekig indít csapatokat a különböző bajnokságokban. A Face Team Perjámosi Richárd vezetésével 2010-ben alakult, jelenleg 35 aktív játékosuk van, és edzési lehetőséget a Páfi iskola biztosít nekik.